érzések vannak bennem. Örülök, hogy tudtam hosszabbítani a dacot, 22 évet, és szeretném edzéseken, illetve mérkőzéseken bebizonyítani, hogy van bennem potenciál. Zereď vyskúšala prvýkrát výraznejšie kvalitu 20-ročného brankára Daniela Veselinova. Én azt gondolom, hogy egy jövőkép mutatásával az ő pályafutása épül, hiszen ugye a Király Sport Egyesület először felfedezte, majd utána odavittük Szombathelyre, Szegedről, majd megfelelő időben, 2 évvel ezelőtt ugye jött a Dunaszerdahelyre, ahol profi körülményekkel találkozott, a felnőtt csapathoz csatlakozott, természetesen nem első számú kapusnak, hanem hogy a közeget érezze, a felnőtt közeget, a profi közeget. Most jön a következő lépcsőfok, hiszen megismerte az utolsó 2 évben azt, hogy milyen egy profi körülmény, és onnantól kezdve azonosult ezzel, és ugye most örömteli esemény, hogy be is mutatkozott a profi ligában, a DAC színeiben, és ő is megízlelte azt a színvonalat, amit igazából szeretne képviselni, és ezt ugye tartósan szeretné majd tartani. Természetesen azért még nagyon sokat kell dolgozni, tehát tisztában van vele, még fiatal emberről beszélünk, de már az, hogy egy szép tudatos felépítéssel a második profi szerződését is megkapja, ez azért mutatja az ő munkáját, és mutatja azt is, hogy a Dunaszerdahely elégedett vele. Kaptad a pokudó veuzemi, Ása! Teraz to mohla byť ďalšia tvrdá rana. Daniban nagy potenciál van, de dolgoznia kell, és ezt ő tudja. Tehát soha nincsenek olyan nagy álmai, amiket nem lehetne elérni, de mindig napról napra akar dolgozni, és jobb lenni. Mindig figyel a hibáira, akarja korrigálni, és egy ilyen mentalitással, szép fokozatosan, türelemmel akár messzebb is eljuthat. Szerettem volna hosszabbítani a dacot, nagyon jól érzem magam itt, remek szurkolóink vannak, gyönyörű stadionunk van, tényleg minden adott ahhoz, hogy komoly szintet elérjünk itt.